A Digital Media Hungary konferenciáról jelentkezünk továbbra is a Lunch Group standjából, én Juhász Bálint vagyok, vendégem pedig Steiger volt, Krisztián generációkutató. Szervusz, Krisztián! Egy kerekasztal beszélgetést vezettél az imént, onnan csöppentél ide. Miről szólt ez pontosan, és mi volt számodra a legnagyobb tanulsága? A felületesség királyai, ez volt a címe. Nem én adtam a címet. Ezt hadd mondjam rögtön az elején, hogy alapvetően egy sztoria van. Nem biztos, hogy örülni fog a Csermay Ákos, mert az ő sztoria kötődik ehhez. Arról szólt a történet, hogy őt egy fiatal újságíró felhívta, és megbeszélték, hogy kedden 14 órakor lesz egy interjú, telefonos interjú. És az Ákos vált, aztán 15 órakor felhívta az újságírót, hogy na mi van, 14 órára volt megbeszélve, most 15 óra van, itt vagyok én, Csermay Ákosként várom, hogy hívjál barátom, és nem hívsz. És az újságíró megmondta, hogy nem. Nem hívtak tényleg, hát most ez van, nem értem rá, vagy valami fontosabb volt. Wow. És az Ákos ezen nagyra értelemszerűen, és az én korosztályom szerint megérthetően felháborodott, és fölhívott engem, hogy akkor csináljunk erre egy blokkot, egy kerekasztalt, hogy a felületesség királyai címmel, és arról beszélni, hogy a mi minden változott az elmúlt néhány évtizedben azzal kapcsolatosan, hogy mennyire felelősen állunk hozzá a megígért dolgokhoz, mennyire felelősen állunk hozzá a lojalitáshoz, a céges lojalitáshoz, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És alapvetően erről beszélgettünk Nyári Lucával, Szvetelki Zsuzsával és Tibenszki Monalizával, hárman, illetve velem együtt négyen. Ugye Luca, ő egy Z-generációs fiatal, mondhatom, talán nem sértődik meg egy írónő, meg youtuber, meg a VMN-nek az újságírója, közben még tanul, meg most ugye volt a valamelyik tévécsatornán az apjával egy ilyen erdélyi körutazásos dokusorozata, úgyhogy ő egy ilyen nagyon messze van a felületesség királyaitól, mint Z-generációs. Szvetelski Zsuzsát szerintem nagyon sokan ismerik itt a hallgatók, vagy nézők közül. Kutató a pletykákval, pletykakutatásban Magyarországon talán a legnevesebb képviselője az MTA-nál dolgozó kutató. És Tibenszki Monaliza pedig a felelős szülők iskolájának az ügyvezetője, tehát pedagógusokkal foglalkozik, oktatáspolitikával foglalkozik, és abban tartanak előadásokat. Úgyhogy ilyen nagyon sok rétűen jártuk körbe a témát, és ami nagyon érdekes volt, hogy egyedül Luca az, aki nagyon fiatal, mi meg nem vagyunk annyira nagyon fiatalok, a másik három, de hogy alapvetően nagyon abban ment el a kerekasztal, hogy tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy ugyanúgy felületes a többi generáció, és csak azt elfogadjuk. Hogy nem az volt, és nem az jött vissza, hogy hát ugyanúgy mai fiatalok mennyire felületesek, és felszínesek, és hogy na, meg kell tanulnunk azt, hanem hogy mind a hárman, vagy mind a négyen tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy dehogy is, hogy azért az a baby boomer generáció, aki most nagyon büszke arra, hogy ő mennyi mindent letett az asztalra, valójában ők egy nagyon-nagyon felületes szülői mintát mutatnak, egy nagyon-nagyon felületes evolúciós mintát mutatnak, például azzal, hogy amikor, és ez a Szvetelki Zsuzsának volt egy példája, hogy valamelyik nagyszülőt elveszíti a család, és az evolúció során mindig az volt, hogy akkor a nagyszülőnek a vagyonát, vagy az ott felhalmozódott értékeket, azt az unoka megkapta, és így vitte tovább tulajdonképpen a család a vagyonokat. És a baby boomer az első generáció, aki nem adja tovább a vagyont, hanem inkább elutazza például. Tehát azt mondja, hogy akkor most én vagyok a legidősebb, meg volt a halál, meg volt a gyász időszaka, és most én ráérek utazni. És nem az van, hogy a gyerekeknek adja, vagy az unokáknak adja tovább, hanem föléli. És hogy rengeteg ilyen csomag, ilyen értékváltozás van a levegőben, amit a fiatalok megélnek, másképpen kapnak meg. És tulajdonképpen ennek az eredménye az, hogy más reakciók vannak, máshogy reagálnak. Ez is egy reakció volt, hogy az újságíró nem azt mondta, hogy bocsánat, tényleg az én hibám, mea culpa, hanem azt mondta, hogy tényleg nem hívtalak, és akkor mi van? A mélységében vagyunk máshogy felületesek? Jól értem? Ez egy jó megközelítés, igen, hogy a mélységében vagyunk máshogy felületesek, meg hogy talán az is egy nagy különbség, hogy a felületességet hogyan definiáljuk, hogy mit tartunk felületességnek. Ugye a bizonyos korosztályokig a mi felületességünket elfogadjuk, az a természet normális része, és amit a fiatalabbak csinálnak, az a felületesség, az viszont a természettől elütő. Az nem normális, és hogy az bosszant, az idegesít, arra felugrok. És ugye ez az evolúciós pszichológia alapján ez belénk van kódolva, hogy a mi meg a ti
közötti különbséget nagyon erőteljesen felhangosítjuk, és azt mondjuk, hogy az, hát a fiatalok azokra jobban odafigyelünk, hogy miért nem úgy csinálják, ahogy mi csináljuk. A saját korosztályunk, a saját tapasztalásunkat, mert már megszoktuk, ahhoz hozzászoktunk, és az nem annyira feltűnő. És ugye, ha arról beszélünk, hogy mélysége, milyen a mélysége, ez tetszik ez a megfogalmazás, mert hogy szerintem ebben nem gondolunk bele, hogy itt a felszínesség mélységében van különbség, és ugyanúgy felszínes, mint a két oldal. Mert hogy ez ugyanaz, mint a lojalitás, hogy azt mondjuk, hogy a mai fiatalok nem lojálisak, de hogy nem lojálisak, csak nem a cég felé, hanem önmaguk felé. Tehát attól még a mélysége megvan, meg a fogalom is megvan, az iránya változott meg. Tehát ezért gondolkodhatott el ez. Abszolút, csak ahogy mondtad, hogy például egy gyászeset, amiről legtöbbször, vagy már bocsánat, akkor a ti generációtok, az így nem beszélik ki magából. Tehát van egy ilyen az idős generáció, vagy így ne foglalkozunk ezen, ne is nagyon beszéljünk vele, és akkor valahogy máshogy dolgozza fel. És mondjuk egy mai fiatal, vagy bízom benne, hogy én még talán annak mondhatom magam, próbál önvizsgálatot tartani, megoldani ezt az egészet, és mi például ebben nagyon belemegyünk. De akkor most itt kérdezek is, vagy bocsánat, reagáld le. Nem, mert hogy azon gondolkodtam, hogy ez vajon a fiatalságotokból adódik, és majd ha ti is 40-50-60 évesek lesztek, akkor ugyanúgy a családi életszakas ciklus miatt belecsúsztok abba, hogy azt már másképpen fogjátok lereagálni, mert akkor már nektek is lesznek gyerekeitek, nektek is olyan munkátok lesz, ahol, ami nagyon beszippan, mert ugye most még egy csomó olyan 30 év alatt az emberi munka lefoglaltság az identitást építi, hogy érezzem jól magam, hogy szeressem, stb. És utána, amikor már lakáshiteled van, meg gyerek van, akkor már nem csak arról szól, hogy jól érezzem magam, hanem hogy ki is fizessem ezeket, meg felelősséggel tartozom dolgokért. Beszippant, felszínessé tesz, közönyössé tesz, meg mit tudom én, egy csomó minden olyan sorscsapás éri az embert, hogy 40-50-60 évesen már nem úgy viselkedik, mint egy fiatal. Szóval erre nem nagyon tudom megmondani a választ, hogy ez nálatok egy standarden megmarad, és majd, ha ti is 40-50 évesek lesztek, ugyanúgy empatikusak és emocionálisak lesztek, mint most. Mert egyébként ezt a Luca elmondta, hogy szerinte a ti generációtok sokkal empatikusabb és sokkal emocionálisabb, mint az idősebb generációk. Ez igaz, most. Csak nem tudom, hogy 20-30 év múlva is azok lesztek-e, vagy ugyanúgy beszippant titeket is a hétköznap, meg a mindennapi élet, mint hogy az előző generációkat. Megint egy jó kérdést tettél föl. Generációs különbségek. Hol tudunk beszélni ilyen elválasztó vonalakról? Vannak-e egyáltalán? Tudom, hogy mindig el kell mondanod, és most lehet, hogy megint erre kérlek, de hogy vannak ezek az X, Y, Z, alfa, kit minek nevezünk? Van esetleg már új az elmúlt 3-4 évben? Alapvetően még én azt mondom, hogy 6 generáció van jelenleg Magyarországon, az 1945 előtt született veteránok, a II. Világháború előtt születetteket hívjuk veteránnak. Az utána következő időszak 46-64 az a baby boomer, ugye ez a mostani boomerezés időszaka, hogy akkor nem csak ők a boomerek egyébként, ma már minden fiatalnak a 20 év engem feletti. Engem is leboomereznek. Azért mondom, 20 év feletti valami hülyeséget mond, az boomer. Tehát, hogy innentől kezdve az antimodern ember az a boomer lett. Ezek az 65-79 között született időszak az az X generáció, 80-94 az Y, 95-2009 az Z, és 2010-től számít az alfa generációnak. Ugye ez most így fontos elmondani, mert egy csomószor megkapom azt, hogy jó, most ha én 2010. január 1-én születtem, akkor alfa vagyok, ha 2009. december 31-én, akkor Z, hogy ez mekkora hülyeség, meg stb. Ugye a generációhoz való tartozás az nem egy életkori kategória. Nem arról beszélünk, hogy fiatal, meg idős, most per pillanatti fiatalok vagytok, de 60 év ma nem lesztek fiatalok, de attól még Z generációsok lesztek. Én 30 éve kifejezetten fiatal voltam, akkor is X-es voltam, meg most is X-es vagyok. A generációhoz való tartozás az egy tapasztalati gyűjtemény, egy élménygyűjtemény. Ráadásul leginkább úgy, hogy az életed első 7 évében milyen földi valósággal találkoztál. Mi az a földi körülmény, ami a te pszichédbe, a te tudatalatidba úgy lecsapódik, hogy ez a föld. És hogy mivel 7 évet ölel fel, hogyha mondjuk valaki 1993-ba született, akkor ő Y-osnak számít, de tulajdonképpen 2 évet élt az Y időszakban, és ebből a 7 évből 5 évet a Z generáció időszakában. Tehát az ő tapasztalati gyűjteményében tök mindegy, hogy statisztikailag vagy besorolásilag Y-nak számít, az ő tapasztalati gyűjteményében sokkal több Z generációs tapasztalás van, mint Y-os.
És ugye az én életemben viszont rengeteg Y-os megzés van, mert én X-es vagyok. Tehát én megszülettem 1976-ban, nem csak a saját X-es tapasztalataimat éltem át, hanem azután a következő összeset. Csak azok tanultak. Amikor beleszületsz, az nem tanult, azt készen megkapod. Tehát a mostani fiatalok a digitalizációt készen megkapják. Nekem tanulnom kellett. Hiába használom ugyanúgy a digitális eszközöket minden áldott nap, minden egyes pillanatban, mint egy mai fiatal, ez a képességem, ez egy tanult képesség, sokkal gyengébb, sokkal esendőbb, mint azok a fiatalok, akik ebbe beleszülettek ebbe a világba, és készen megkapták ezeket a dolgokat. Tehát amikor generációról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy most mikor születtél, és 16 éves vagy, akkor emiatt vagy más, valamilyen más, hanem arról beszélünk, hogy az életed első 7 évében milyen földi valóság volt, mert mindenki ehhez a földi valósághoz fogja hasonlítani a későbbi dolgokat. Tehát az, hogy mi itt beszélgetünk Siófokon a Digital Hungary előadásai közben, miközben azt hiszem 20 vagy 30 éve van már, most cserme hallaná, nem tudom hány. 27. 27 éve, Jézusom, köszönöm szépen. 27 éve van Digital Hungary. Ugye az első Media Hungary-n, vagy akkor még nem is ez volt a neve, elképzelhetetlen volt, hogy ilyet csináljunk. Hát amikor én megszülettem, akkor volt egy darab tévécsatorna, aztán lett két darab tévécsatorna, de hétfőnként nem volt tévéadás. Ehhez képest, hogy most innen közvetítenek, és valaki nézheti a másikat, hát ez mekkora fejlődés? Milyen őrületes nagy fejlődésen mentünk keresztül? A te életedben ez már nem akkora nagy fejlődés. De a 6 éves kislányom életében ez minden csak nem fejlődés, mert hát mindig így volt. Tehát amióta megszületett, neki ez így van, érted? Tehát, hogy a nagypapám meg amikor született, még tévése volt. Tehát, hogy olyan hatalmas gepek vannak most az egyes generációk alaptapasztalásai között, hogy ez az a tapasztalat különbség, vagy élmény különbség vezet oda, hogy egy csomó esetben indulatot vagy feszültséget gerjeszt az, hogy éppen mi történik. És hogy erre is mondjuk egy példát, hogy ez mit jelent. Az én nagypapám 1922-es születésű, akkor még nem volt tévé. 1957. május 1-től van Magyarországon televízió szolgáltatás. Az ő falujukban 61-62 tájéken érkezett egy darab tévé készülék a kultúrba. Tehát a papa 40 éves volt, amikor először találkozott televízióval. Az ő tudatalatiában az úgy épült be a tévé, mint eszköz, hogy arra nincs szükség az élethez. Tehát megnézed este a tévét, de hogy a televízió nem szerves része az életnek. Én 70-es években születtem, akkor már volt televízió, tehát nekem a tévé az egy tök normális dolog. Szombattól leültem náluk tévét nézni, mert volt az Óvodások filmműsora, mindegy, ez fogalmaz is, hogy micsoda. 80-as években volt egy ilyen műsor, és a papa az teljesen ki volt borulva, hogy miért kell szombat délelőtt dolog időbe tévét nézni, hogy ebből a gyerekből semmi nem lesz. Ennek kiég az agya, kifolyik a fülén, ezt a gyereket elvesztettük. Ugyanezt mondjuk most mi gyerekeinknek a kütyüzéssel. Mert az agy, a tudatalatti, az úgy van beépülve, hogy ami 7 éves korod előtt van, az a természet rendjének megfelelő, és minden, ami 35 éves korod felett érkezik be az életedbe, az a természet rendje ellen való. Ő 40 éves volt, amikor először találkozott a tévével, tehát a tévé ez a természetrendje ellen való dolog, nem kell a gyerekkorba a tévé, mint ahogy most azt mondjuk, hogy nem kell a gyerekkorba egy digitális eszköz, mert nekünk se volt. Csak marha könnyű úgy felnőtni papának gyerekként tévé nélkül, hogy nem volt tévé. Marha könnyű a mostani szülőknek felnőni úgy gyerekként internet nélkül, hogy nem volt internet. A mostani gyerekeknek nehéz felnőni internet nélkül, hiszen van internet. Hiszen mindenki internetezik, anya, apa, nagymama, nagypapa, a pedagógus, az óvónő, mindenki internetezik, és elvárjuk a gyerektől, hogy ne internetezzen. Hogyan? Szóval, hogy innen jönnek ezek a feszültségek, hogy találsz kapaszkodó szülőként, munkaadóként, pedagógusként, mert hogy nagyon más minták vannak. Nagyon addiktív időszakban születnek akkor most abszolút, a gyerekek. Abszolút. És akkor az azt jelenti, hogy alapvetően függők? Persze. De nem csak ők, hanem a felnőttek is. Tehát, hogy a gyerekek adaptálják és felnagyítják mindazt, amit a szülők csinálnak, vagy a felnőtt társadalom csinál. Azt gondolom, hogy a szülőknek egy jelentős része addiktív. Most csak itt néz ki az ablakon, hogy a mit csinálnak. Három darab telefon. Így. És egyik se gyerek. Most bocsánat, nem hallanak minket, hála jó Istenem, mert három nőről beszélünk, és nem fiatal. Na jó, ebben nem menjünk bele. De mind a hárman nyomkodják a telefonjukat. Most, hogyha egy gyerek ezt látja, hogy éppen várakozó helyzetben nem akarok unatkozni, nem nyomkodom a telefont, akkor az ő gyerekkorában kialakul az, hogy nem kell unatkozni, mert az unalom ellen ott van a telefon.
Az én gyerekkoromban nem volt. Ha unatkoztunk, akkor marhára unatkoztunk. Az unalom a kíváncsiság alapja, a kreativitás alapja. De most azt látja a szülőkön, a felnőtt társadalomon, hogy nem akarnak unatkozni, mert még a WC-re is magunkkal visszük a telefont. Az emberek 80%-a magával viszi WC-re a telefont. 93%-a a hálószobába beviszi a telefont. Szóval olyan szinten nem akarunk tudomást venni arról, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek például a digitális térből, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez csak a gyerekek addiktivitása, dehogy is, ez az egész globális emberiségnek egy addiktív története. És hogy ehhez hozzájárulnak olyan dolgok, olyan addiktív dolgok, hogy mindent most már nagyon gyorsan akarunk, nem tudunk várni. Azt mondta a Google-nek a vezére, hogyha 1,4 másodpercnél tovább tart egy keresés, akkor az emberek beírnak, hogy mi ez a lassúság. 1,4 másodperc. Tehát, hogy ha arra nem tudok várni 2 másodpercet, vagy 3 másodpercet, hogy marha fontos információ kijöjjenek az oldalamra, akkor mennyi időt tudok várni arra, hogy egy cégnél kinevezzenek? Mennyi időt tudok várni, hogy valami előléptetésem legyen? Szóval ezek mind-mind összefüggésben vannak. És marha könnyen vártuk mi meg az előléptetést a 20. században, hiszen a gyerekkorunk is arról szólt, hogy meg kellett várni dolgokat. Most meg azt a képességet, vagy azt a tanítást kapják a gyerekek, hogy nem kell várni a dolgokra, soha, óvodás, kis bölcsödés korától kezdve ez a tapasztalás, hogy nem kell várnia, majd beviszik az iskolába, majd beviszik a munkahelyre, és azt mondják, hogy várj. Az hogy kell? Nem tanultam meg? Szóval, hogy ez nagyon összetett, és nagyon sok minden van mögötte, amit nem csak a fiataloknak kell megérteni, hanem sokkal inkább a felnőtt, a bölcs felnőtteknek, vagy a bölcs időseknek kell megérteni, és adaptálódni, mert mi vagyunk a bölcsek. Megint csak bejött egy ilyen új dolog, amit tanítani kellene, edukálni kellene, a figyelmet, a türelmet, a másik oldalon pedig az ugyancsak figyelmet és türelmességet. Szerintem a megértést kéne tanítani valahol, az önismeretet. Ugye minden szakember azt mondja, hogy a 21. század legfontosabb skillje lesz az önismeret. Az önismeret része az, hogy megtud, hogy te milyen vagy, te hogyan működsz, miért úgy működsz, ahogy működsz, mert utána fogod megérteni a többieknek a működését. Addig nem. Addig csak azt fogod látni, hogy te nem úgy viselkedsz, ahogy én elvárom. Más a reakciód, mint ahogy elvárom. Tehát benned van a hiba. Hiszen mindenki, aki hozzám hasonló, vagy nálam idősebb, úgy reagál, ahogy én. Mert hogy ez volt a megszokott az elmúlt 30-40 évben, most meg a fiatalok nagyon másképpen reagálódnak, tehát a fiatalok a hülyék. De hogyha megismerem saját magamat, rájövök arra, hogy miért így viselkedem, mi a hozott csomagom, mik azok a transgenerációs, társadalmi, intergenerációs tapasztalások és minták, amik miatt így viselkedem, ezek hogyan alakultak, vagy szűntek meg az elmúlt 15-20 évben, milyen más mintákat kaptak a gyerekek, és emiatt miért viselkednek másképpen, akkor azt mondom, hogy aha, most már értem. És utána fogom tudni, ha megértem, utána fogok tudni cselekvés szintén valamit olyat csinálni, ami már más lesz az egymáshoz való viszonyulás. De hogy ebből mit lehet tanítani, vagy mit lehet megtanulni, ez nagyon nehéz, mert ugye az iskolában mindent tanítanak, csak ilyen dolgokat nem, de a kovalens kötést tudjuk, meg a szinkopát tudjuk, de az, hogy kell gyereket nevelni, vagy hogy kell gyerekkel egy családot felépíteni, azt nem nagyon. Szerintem ez lesz a 21. századnak az egyik nagy kihívás, hogy ilyeneket tanuljunk. Krisztián, egy ilyen önismeretből, vagy önfejlesztésből, önmagad feltérképezéséből jött az, hogy ennyire érdeklődj mondjuk a generációk, vagy az emberi működés iránt? Abszolút. Abszolút, igen. Ugye nekem a generáció tulajdonképpen az egy ilyen nem is tudom, mi a jó szó, egy ilyen keretrendszere annak, amit... Megint mondasz olyan dolgokat, ami... Ez most már a harmadik, a rövid 20 perces beszélgetésünk alatt, ami újra keretezi a saját gondolataimat, mert hogy így még nem mondtam ki soha, de erre a kérdés, ebből a kérdésből következik, hogy tulajdonképpen a generáció csak a keretrendszere annak, hogy én is önismeretről beszélek, meg én is önismeretet tanítok, meg én is arról beszélek, hogy jöjjünk rá a dolgokra, csak ehhez van egy mankó, ez a generációs, intergenerációs tapasztalás, meg tapasztalati gyűjtemény, de hogy én is tulajdonképpen önismereti dolgokkal, meg pszichodrámával, meg ilyenekkel alapoztam meg mindezt, meg egy nagy piackutatási múlttal, és akkor azt a kettőt raktam egybe. És volt ilyen konfliktusod esetleg? Generációs konfliktusod? Jó, minden nap. Persze, persze, hogy van. Hát hiába foglalkozom ezzel már 20 éve. Egyszerűen rutinból nem lehet kilépni ezekből az automatizmusokból, hogy hogyan reagálsz. Tehát a munkatársaimnál is, a fiatal munkatársaimnál is vannak generációs konfliktusok. Hogyha előadok középiskolába vagy egyetemen, hát az számtalan. Tehát annyi
annyi olyan hülyeségbe futok bele, hogy nem is tudom, hogy milyen példát, milyen esély a generációs csermelyákos itt vágja a pofákat. De lehet ezeket megtanulni, meg oda lehet figyelni egy munkahelyen is egy vezetőként, de ezt szoktam mindig elmondani az ügyfeleimnek és a vezetőknek, hogy ne akarj tökéletes lenni. Tehát úgy is fogod hozni a generációs alap motivumaidat. Tehát, hogyha 80-as években volt valaki gyerek, és egy 80-as évekbeli iskolába nőtt fel, akkor ugyanezt a poroszos, hierarchikus rendszert fogja továbbvinni. Hiába tudom elméletben, meg hiába tudom gyakorlatban, az automatizmus akkor is ez. Mondok egy példát, az egyetemen odajött hozzám egy hallgató az óra előtt, és mondta, hogy én voltam a konzulens, hogy meg akarja beszélni velem a szakdolgozatát. És mondtam, hogy az óra után kap 5 percet, és megbeszéljük. És kaptam egy SMS-t, hogy menjek el kell mennem, és mondom neki az óra végén, hogy ne haragudjon kolléga, nem tudjuk most megbeszélni, el kell mennem. Úgyhogy ez régen, 20 évvel ezelőtt a diák azt mondta volna, hogy persze, hát tanárunknak dolga van, menjen nyugodtan. Most meg rám nézett a hallgató, sóhajtott egy nagyon, és mondta, hogy hát nem örülök, mondta nekem. És ugye, hát ezért vártam. Igen, tehát hogy azért maradtam benne az órát. Tehát én kifizettem az óradíját, végighallgattam ezt a szart, és most akkor még el is megy. Ugye ez nem egy diák gondolkodás, ez egy user gondolkodás. Ez is egy tapasztalati különbség. A 20. századig a diák az egy aláfölé rendeltségi viszony diák tanár szemléletéből. A user az nem egy alárendelt. Tehát hogyha megígérted, hogy beszélünk, én végigülöm az órádat, akkor vagy adjál alternatívákat, vagy hozzál egy áldozatot, hogy majd te jössz akkor oda hozzám, vagy valami, de az, hogy azt mondod, hogy nem, az nem megoldás. De bennem meg kinyílt a bicska a zsebemben, mert hogy én nem ezt a reakciót vártam. És hogy számtalan ilyen hétköznapi reakciókba futunk bele, hogy nem azt várjuk, azt gondoljuk, hogy ugyanúgy fog reagálni, hogy én reagáltam volna diákként 1995-ben, tehát nem tud ugyanúgy reagálni, mert nem ez a tapasztalati gyűjteménye. És hogyha megérted, és ezekre rá tudsz állni, akkor idővel azért egy sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal önelégedettebb oktató, szülő, munkaadó, főnök, bármi lehet belőled. De ettől még mindig belecsúszunk ilyenekbe. Csak értem, utána már értem. Tehát nem az van, mint régen, hogy akkor fölmegy a vérnyomásom, meg megölöm, hanem akkor... Igen, egyrészt türelmesnek kell lenni, mert ugye neki ez a természetes. Tehát, hogy ő nem tanulta meg azt, hogy milyen ez a tisztelet, mert ahogy mondod, tehát, hogy az appokból hozza ezt. Honnan tudná? Tehát azt elvárni, hogy ugyanúgy legyen fiatal, mint amilyen én fiatal voltam 20-30 évvel ezelőtt, az egy iszonyatosan nagy butaság, mert hogy lehetne ugyanolyan, hiszen nem abban a gyerekkorban nőtt fel. Nem, tehát hogy sokkal gyorsabban telik az idő, sokkal több az impulzus, sokkal több mindennek kell megfelelni. Ha én választani akartam 1980-valahányban, hogy mesét nézek a tévébe, akkor 2 választási lehetőségem volt. Nézem vagy sem. Mert 19-15-kor köpött a maci, akkor volt mese, különben nem volt aznap mese. Az én gyerekem, hogyha most mesét akar nézni, akkor nagyjából 17 csilliárd lehetősége van a nap bármely pillanatában, bármilyen eszközön, bármilyen csatornán, és azon belül is, hogy a Netflixen, meg az HBO, meg a nem tudom én micsodán belül melyik mesét nézi, tehát csak választani tud. Ha ebben nő fel valaki, kialakul a választás kényszere, tehát az a tudat, hogy ha nem választok, akkor loser vagyok. És úgy kerül be az iskolába, meg úgy kerül be a munkahelyre, hogy ő pszichésen rákényszerítette saját magát, vagy a társadalom rákényszerítette arra, hogy választania kell. Mi meg úgy nőttünk fel, hogy ha nem élsz a választással, akkor lemaradsz. Hát döbbenetesen távol áll a két reakció és a két attitűd egymással. És hogyha nem értjük meg a másik reakcióját, akkor azt mondjuk, hogy ez hülye bármelyik relációban, mert nem azt csinálja, de hát, hogy nem tudja azt csinálni. És hogy ez egy nagyon fontos munkahelyen a munkaadónak megérteni, a vezetőknek megérteni, a főnököknek megérteni, hogy a most munkába álló generációknak a képességei és a készségei gyökeresen mások, mint amilyenink voltak. Ehhez szeretnék is hozzákapcsolni egy aktuális sztorival, ha már Media Hungary, egy média vállalat, gyakornokom. A srác 3 hónapig bírta, úgymond. Beszélgettem vele nemrég, és hogy mondjam, az ő mentora azt várt el, mint ami mondjuk a 90-es évek végén az MTV-ben történt. Műhelymunka, dolgozzál, ha kinyomod a beled, akkor ott leszel, és biztos, hogy van ilyen része is, de hogy neki a másik oldalról viszont az az érzés volt, hogy bejár, megcsinálja, de hogy így ott ül a sarokban, elvégzi a dolgát, senki nem szól hozzá, és hogy így
nagyon-nagyon gyorsan motiváltan tudott lenni. És hozzám jött a mentor, én voltam most a közös kapocs, hogy mi történt, és hát, hogy ezt így nem ért. És mondta neki, mondom, nézd, tök őszintén, én még bejárok, megcsinálom, végigviszem. Szerintem még ez így bennem volt az alázat, bár gyűlölöm ezt a szót. És viszont ennek a srácnak ez már nem izgalmas, és hogy ezt ne vegye magára, ne legyenek egymásra mérgesek, ne feszüljenek, teljesen másról beszélnek, és mert nem ott van a inger küszöb, de hogy a srác szerintem tök oké volt, hogy ő abba hagyta ezt az egészet, mert nem adta neki azt. Nem fog a jövő generáció csak azért dolgozni, hogy abból ő megélhet. Tehát a 20. században ez volt, hogy lehet, hogy szar, de maradjál ott, mert neked ez a kényszer pályát. És akkor így egy csomó mindent feladtunk azért, mert hogy muszáj volt. Ma már nem fognak ezért dolgozni. És hogy tulajdonképpen a belső motiváció az, hogy hasznos munkát végezzek, hatékony munkát végezzek, és ami döbbenetesen más, hogy érezzük jól magunkat a munkahelyen. Hogy ez a 20. században azért nem volt szó. Hatékony legyen, meg hasznos, hát meg kellett csinálni. Hát hogyha ha nagyon motivált voltam, akkor azt mondták, hogy na, 10 év múlva vezető lehet belőled. És akkor az, hogy tudtad, hogy jó, hát akkor most 10 évig nagyon szar lesz, de utána már egy kicsit jó lesz. Hát ma nem fog várni senki 10 évet, hogy ki tudja, mi lesz 10 év múlva, meg majd akkor jól fogod magad érezni. Hát én most akarom jól érezni magam, és ha nem érzem jól magam, és ugye ezt mi nem értjük, mert hogy ez erről szó sem volt, hogy jól érez magad az iskolában, meg jól érez magad a munkahelyen, de hogy ne érez jól magad. De dolgozzál, neked az a dolgod. És most meg csodálkozva nézünk, hogy jól akarja érezni magát, hogy azt hogy kell. Ezt hogy tudom megadni? És hogy ez bennünk is konfliktust okoz, bennünk is egy bizonytalanságot okoz, hogy ezt hogy tudom úgy megcsinálni, hogy jól érezzem magát, de azért közben mégiscsak ez egy munkahely, mégiscsak csináljunk valamit. És erre még nincsenek panelválaszok, nincsenek általános válaszok, hogy na, ezt és ezt kell csinálni, onnantól kezdve ez működik. Kinyílt a világ, és sokat beszél a generációnk, illetve nagyon sok felé látunk nemzetközi trendeket, és vannak nemzetközi barátaink. Mit gondolsz akár ez a, amiről az előbb beszéltél, ez a poroszos oktatás, és a posztszovjet itt maradt munkához való hozzáállás hozadéka, vagy miből eredendeztető ez, hogy nem érezzük jól magunkat a munkahelyen? Hát ti már jól érezitek, tehát hogy ti már jól akarjátok érezni. Jól akarjátok érezni magatokat, nekünk ezt nem tanította meg senki. Tehát a poroszos hierarchikus rendszerbe nem fér bele az a gondolat, hogy a munkahelyen jól kell érezni magát, sőt a szocializmusban még az sem volt feltétlenül elvárás, hogy te otthon jól érezd magad, vagy ábóvó az életedben jól érezd magad, mert ugye az gyanús volt, hogyha valaki jól érzi magát. Meg az is gyanús volt, ha valaki nagyon nem érzi jól magát. Ott középen ez a nagyon közömbös állásponton kell lenni, az biztonságos volt, azt az ávó nem annyira vizsgálta, de ha kirívóan érdekes voltál, vagy kirívóan unalmas voltál, az kitűnt az átlagból. És ugye ez a túlélésnek az ösztöne, az evolúciónak a lényege, hogy a túlélj, és hogyha így élhetsz túl, akkor ezt nagy tömegek megtanulták. De most nem kell ettől félni. A ti szüleitek, amikor titeket neveltek, vagy ezt a generációt neveltek, már nem kellett attól félni, hogy jön az ávó, hogy besukhatnak, hogy valami baj lesz. Nem láttátok a szüleiteket szenvedni, mi még láttuk a szüleinket szenvedni, akár azzal, hogy egy olajkályhát begyújtani, vagy egy szenes kályhát begyújtani, és most csak egy nagyon, nagyon pici dolgokat mondok, de hogy nektek már nem kell látni a szülőket szenvedni. Szóval annyira más gyerekkor van, annyira más kapaszkodók vannak arra vonatkozóan, hogy mit jelent szülőnek lenni a gyerek szemébe, amikor ránézel a szülőre, milyen dolog gyereknek lenni, mi a gyereknek az elvárása. Ugye a korábbi évtizedekben a feladatorientált szülő feladatokat adott ki a gyereknek, hogy te takaríts ki a szobádat, meg menjél ki a kertbe dolgozni, meg mit tudom én. Most meg élményorientált szülők vagyunk, és azt mondjuk, hogy csak érezd jól magad, majd mi kitakarítjuk, majd mi rendet teszünk, te legyél jól. És hogy nem tud feladatba gondolkodni, innentől kezdve a gyerekben nem tanítja meg a szülő, bemegy a munkahelyre vagy az iskolába, azt mondják, hogy csinálj meg egy feladatot, és azt mondja, hogy de én jól akarom magam érezni. Szóval mások a csomagjaink. És ezt meg kell érteni, mert akkor fogunk tudni kapcsolódni, addig nem. Krisztián, nagyon szívesen dupláznék veled, de egy percünk van. Egy dolgot árulj még el, mit kell, vagy mire kell törekednie mondjuk a nevezük fiatal generációnak, és mire kell törekednie az idős generációnak, hogy megértse egymást. Szerintem mind a kettőnek ugyanarra ez az önismeret. Mind a kettőben, mind a hatban, vagy mind a két oldalban megvan mindegyiknek a saját értéke és a saját hiátusa.
Most valahogy a 21. században az időseknél sokkal inkább fókuszálunk a hiányokra, a fiataloknak meg az értékekre. Egy kicsit elbillen a mérleg, olyan, mintha a mostani 21. századi értékek azok a fiatalok kezében lennének, ezért egy kicsit priedesztára emeljük őket, az időseknek a tudását, meg az időseknek a tapasztalatát meg egy kicsit lejjebb visszük, és azt mondjuk, hogy hol hiányzik belőle a digitális tudás, meg a készség. Ha mindenki tisztában van a saját értékeivel, ha mindenki saját magát oda teszi, ahol a megillető helye van, és tudom magamról azt, hogy mi az én szupererőm, mi az én értékem, és tudom azt, hogy mik a hiányosságaim, akkor nem fogom elhinni, hogy a társadalom esetleg olyat mond rólam, ami nem jó. Nektek viszont meg azt kell megtanulni, hogy bizony vannak olyan dolgok, például ez a digitális függős, a túlzott kütyű használat, aminek igenis vannak akár fizikai, egészségi, pszichés, mentális problémái, korlátai. Tehát, hogy azt megtalálni, hogy ti magatok is behalljátok azt, hogy bizony vannak olyan dolgok, amire érdemes a szülőknek, a felnőtteknek a véleményét kikérni és meghallgatni. Krisztián nem csak kutatott, hanem publikálsz, és ha jól tudom, jön most egy új könyv, mikor és miről szól? Hát elvileg most ősszel fog kijönni a második könyv, gyakorlatilag majd meglátjuk, hát be kell fejeznem. Ez egy stresszes téma. Ebben a második könyvben erről fogok írni, amiről beszéltem tulajdonképpen, hogy attól függen, hogy mikor születtél, mások a készségeid és a képességeid, és hogy az egyes generációhoz tartozó embereknek milyen készségei és képességei vannak, és hogy ezek tanulhatóak-e, átvehetőek egymástól, mik a korlátok, hogyan lehet ezen átlépni. Én azt gondolom, hogy egy izgalmas könyv lesz. Sok sikert akkor, sok álmatlan éjszakát. Steigerwald Krisztián jövőkutatóval beszéltem itt a Lounge, illetve a Digital Media Hungary közös koprodukciójában az élő streamben. Nem sokára folytatjuk, és érkezik hozzám Teremi Balázs vele mindjárt.